Bátornak lenni számomra azt jelenti, hogy szembenézek a saját előítéleteimmel. Hiszek a civil önszerveződésben, és munkámmal igyekszem erősíteni azt. Bátornak lenni azt jelenti számomra, hogy nap mint nap az identitásommal dolgozom. Azért, hogy egy napon én és a nálam sokkal nehezebb helyzetben lévők félelem nélkül mehessünk ki az utcára. Bátornak lenni számomra azt jelenti, hogy roma aktivistaként és egyetemistaként nyíltan kiállok nem csak a romákért, de minden olyan kisebbségért, akit a többségi társadalom kivett magából. Merek harcolni a sztereotípiák és túláltalánosítások ellen. Bátornak lenni azt jelenti számomra, hogy nem fogadom el azokat a rendszereket, amelyek másokat megbélyegeznek, elnyomnak vagy kirekesztenek, és kiállok, ha igazságtalanságot látok magam körül. Bátornak lenni azt jelenti számomra, hogy nem hunyászkodom meg azért, mert cigány vagyok.